Ez az az épület, ami egy több mint 100 hektáros családi gazdaság közepén biztosít helyszínt a 40 év alatti fiatal gazdák képzésére. A beruházás 100%-ban vissza nem térítendő Európai Uniós forrásból valósult meg. A képzéseket további pályázati források bevonásával finanszírozzák. Az Észak-Alföldi Fiatal Gazdák Szervezete LEADER együttműködési programján keresztül pályázatot nyert oktató és rendezvényközpontok kialakítására. 6 ilyen épület valósult meg országosan, abból az egyik pont itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe Tiszadobon. Ennek az épületnek az átadásán vagyunk most itt ebben a pillanatban. Az ünnepélyes épületavatást követően Cerván György, a Földművelésügyi Minisztérium államtitkára számolt be a résztvevő gazdáknak az utóbbi évek mezőgazdasági sikereiről. Úgy gondolom, hogy példaértékű, amit az ágazat produkált minden szempontból. A mezőgazdaság kibocsátása 2010-hez képest 2014-re több mint 40%-kal növekedett, ez rekordérték egyébként, ugyanúgy, mint hogy a tavalyi év is egy rekordév volt nagyon sok szempontból. Ezen kívül a beruházások értéke meghaladta 320 milliárd forintot tavaly, ez szintén mint egy 50%-kal nagyobb, mint 2010-ben volt, amit még talán kiemelnék, hogy nőtt a foglalkoztatottak száma is, illetve az agrárkülkereskedelem is egy nagyon jó eredményeket ért el az utóbbi években. Most már a harmadik éve az agrárexport meghaladja 8 milliárd eurót, ami még ennél is fontosabb, hogy az agrárexport-import egyenleg, tehát az aktívum, az pedig 3-3,5 milliárd euró között mozog. Ez a nemzetgazdaság külker aktívumának mintegy a felét teszi ki, tehát ez egy óriási teljesítmény, és úgy gondoljuk, hogy még ezt tovább is lehet növelni. A növekedéshez elengedhetetlen a folyamatos képzés, amihez megfelelő helyszínt biztosít majd a Tiszadobi Oktatóközpont, hangzott el a rendezvényen. A rendezvényközpont konferencia termében meg is tartották az első két előadást az éppen aktuális pályázati lehetőségekről. A Kertészet korszerűsítése című program pályázati felhívásairól szerettem volna néhány információt közzétenni a szakemberek körében. Sajnos ez a pályázati felhívás még nem jelent meg, itt csak a vidékfejlesztési programban megjelent általános irányelvekről beszélgettünk. Azt viszont el kell mondanom, hogy hosszú támogatás nélküli inséges évek után nagyon várja a szakma, hogy végre megjelenjen újra az ültetvénytelepítések támogatásáról szóló pályázati kiírás, hiszen csökken jelentősen minden évben a magyar gyümölcstermő felület, és igenis szükség van arra, hogy ösztönözzük a gazdákat, hogy új, modern, versenyképes ültetvényeket hozzanak létre. Az ültetvény telepítési támogatások kiírása még ebben az évben megtörténhet, jelenleg azonban az agrárkörnyezet gazdálkodási program aktualitásaira kell figyelniük a gazdáknak, hangzott el az előadáson. Az agrárkörnyezet gazdálkodás programról tartottam most egy rövidebb előadást. Ez november 7-én indul az új AKG, amely egy 5 éves kötelezettségvállalás van maga után. Ezt most lehet erre pályázni. November 7 és december 7-e között lehet elektronikus úton beadni a pályázatokat. Erre a dátumra kell figyelni, valamint arra, hogy akiknek nincsen területeik beazonosítva, azokat külön GPS-szel be kell mérni, és azt is december 7-ig legkésőbb meg kell történnie. Az agrárkörnyezetgazdálkodási, valamint az ültetvénytelepítési támogatások mellett várhatóan állattartó telepekre és kis kapacitású gabonatárolókra lehet még pályázni ebben az évben.